Ezek a felvételek a hétvégi Csepelen megrendezett MB2-es csapatbajnoki középdöntőben készültek. A Dunafer SE birkozói a házigazda Csepel, valamint a pénzügy őrgárdájával mérték össze tudásukat. A középdöntő során remekül helytálltak a szakosztály versenyzői. Elég jól birkoztam, igaz, hogy egyszer kikaptam, de az is nagyon nagy küzdelemben, meg azért a bírók is kicsit félrepontoztak, mert ugye vége lett ugye a meccs, ilyen gyerek eltört az órát, és vérzett az óra, és akkor megállt a meccs, és akkor hirtelen mondták, hogy kikaptam, és akkor nézett mindenki, szóval kicsit fura volt az egymás, de lényegében jól birkoztam szerintem, az edzőim szerint is. Mindent megtettem annak érdekében, hogy győzzek, de hát most nem sikerült teljes mértékben, csak egy meccset tudtam hozni, de hát ez így sikerült, majd a következő forduló. Isten igazából, hál' Istennek, nagyon jó csapatom is volt, tehát folyamatosan szurkoltak nekem, folyamatosan ott álltak mögöttem, kiabáltak, tapsoltak, őrjöntek a nevemet, kiabálták, és hál' Istennek ez hatalmas erőt adott nekem, és hát így lehet igazából az utolsó másodpercekben is megfordítani az egész meccset. Az összesített eredmények alapján a csoportot a csepeliek nyerték, második a Dunafer, harmadik a pénzügyőr lett. Mivel a Csepelnek van első osztályú csapata, ezért a második csapat nem juthat fel az NB1-be. Így a dunaújvárosiak az Eger együttesével csaphatnak össze a feljutásért. Az alsó három súlycsoportot, ha meg tudjuk nyerni, utána még 5 mérkőzés van, ha abból még egyet fogunk, akkor már bármi lehet az eredmény. Előzetesen azt kell, hogy mondjam, hogy az Eger az esélyesebb, de mivel itthon lesz a forduló december 10-én este, én bízom benne, hogy a hazai pálya azért feltüzeli annyira a csapatot, hogy akár a győzelemre is lehet esélyünk. A Dunafer Sportegyesület tehát a másik középdöntő győztesével, az Egri VSL-vel csap össze az NB1-be való feljutásért. A mérkőzés december 10-én 18 órakor kezdődik Mezőfalván.